Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. március 4-én hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Diák önkormányzati találkozó. Ligetötó és környékének fejlesztése. A közelmúltban az önkormányzat diákokat fogadott a Városháza nagytermében, ahol a diákok ötleteit, észrevételeit hallgatták meg, kerestek megoldást a fejlesztésekre. A részletekről Szűcs Dániel polgármester nyilatkozott. Mezőtúrváros önkormányzatának kezdeményezésére diákokkal találkoztak, és az ő ötleteiket kérték ki, illetve veszik figyelembe, hogy a jövőben minél több program megrendezésre kerülhessen, és a fiatalokkal való kapcsolat minél gördülékenyebb és jobb legyen. Mit tudhatunk erről a kezdeményezésről? Egy régi gondolat valósult meg a mai napon. Gyakorlatilag az elmúlt időszakban igyekeztem én is minél több fiatalnak a véleményét begyűjteni a mezőtúri fejlesztésekkel kapcsolatban, és számos településen láttam, hogy működik diák önkormányzat, és láttam annak jó következményét és pozitív tapasztalatait, és elhatároztuk azt a polgármester asszonnyal, hogy jó lenne Mezőtúron is megalakítani a diák önkormányzatot. Ennek van egy hivatalos formulája is, ami majd a későbbiekben fog megvalósulni. Ehhez majd döntés szükséges a képviselőtestület részéről is, majd a későbbiekben, illetve magának a diák önkormányzatnak is majd hivatalosan meg kell alakulnia. Azonban az első lépés tartottam fontosnak, és kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a reakció a fiatalok részéről, és örömmel tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak voltak, és nagyon konstruktív beszélgetés volt. Az elején nyilván mindig nehéz megszólalni az első megszólalónak és a véleményét elmondani, azonban ez itt nem volt igazán jellemző, hál' Istennek. Gyakorlatilag minden mezőtúri oktatási intézményben volt delegált fiatal, illetve a pedagógusok is segítik a gyerekeknek a munkáját, az úton is köszönet érte. Nagyon sok hasznos ötlet és javaslat hangzott el már rögtön az első alkalommal, és az elhatározás is megfogalmazásra került, hogy szeretnék, hogyha hivatalosan is lenne majd diák önkormányzata a városnak, illetve mezőtúrnak. Egyébként általánosságban elmondható, hogy más településeken is ősszel szokott hivatalosan megalakulni a diák önkormányzat az új tanévet követően. Erre Mezőtúron is ekkorra teszek majd javaslatot. Azonban tekintettel arra, hogy a tavaszi idő már cselekedetekre hívja nem csak a felnőtteket, hanem a fiatalokat is. Én elérkezettnek láttam annak az idejét, hogy kikérjük a véleményüket, az ötleteket érintően is a tapasztalatokat is átbeszéljük. És hát sok olyan vélemény és ötlet elhangzott, ami egybecseng gyakorlatilag azzal, amelyeket én már hallottam a fiataloktól, valamint sok olyan új ötlet is elhangzott, amelynek a megvalósítása úgy fogalmaznék, hogy nem pénz kérdése, hanem inkább akarat és motiváció kérdése a fiatalok részéről. És talán jó példával szolgálhat majd egy fiatal közösségnek a közös cselekedete, más fiataloknak a jövőképe, illetve világnézete szempontjából is, hogyha kicsit közösen akarnak tenni a városért, a város szépítéséért, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív lesz, nem csak az ő szempontjukból, hanem a város egésze szempontjából. Jó látni, hogy ennyi tenni akaró, ügyes és okos fiatal alkotja a mezőtúri diákokat, a diákok közösségét. A mai napon számos ilyen fiatal lányal és fiúval találkoztam itt a díszteremben, és abban maradtunk, hogy folytatni fogjuk ezt a közös véleménycserét, ezt a közös munkát. Úgyhogy gyakorlatilag ez a folyamat elindult, és tényleg örülök és köszönöm a diákoknak a nyitottságát és a pozitív véleményeket és ötleteket a város jövője szempontjából. Régóta foglalkoztatott kérdés a Ligetitó környékén lévő cseptavak helyzete. Ennek kapcsán egy pályázat került beadásra, amely a környék fejlesztésére szolgál. A részletekről Szűcs Dániel polgármester tájékoztatta a lakosokat közösségi média oldalán.
kedves mezőtúriak, régóta és sokak által ismert probléma a Ligeti tó mellett található cseptavaknak a helyzete. Ebben is szeretnénk megoldást kínálni a városnak és fejleszteni ezt a területet. Egy közép- és hosszú távú programot is letettünk az asztalra, amely az Erzsébet-liget, Ligeti tó strandfürdő fejlesztésére vonatkozik. Ennek a programnak egyik fontos pontja lenne a mögöttem látható cseptavaknak a fejlesztése, illetve azoknak az átalakítása. Erre kínálkozott egy jó pályázat, amely a pumpapályák megvalósítását, vagy sokak által Bringa Parkként ismert fejlesztés megvalósítását tartalmazta, amely sok településen már bevált, a lakosság nagyon szereti, egészen a kicsiktől a nagyokig sokan használják, gördeszkával, görkorcsolyával, kerékpárral és más eszközökkel is lehet ezeken a pályákon közlekedni. Családok számára egy kikapcsolódási lehetőséget nyújt, és azt gondoljuk, hogy ez a fejlesztés nagyon jól beleillik itt a környező már korábban megvalósult fejlesztések közé, hiszen ha csak a játszótérre gondolunk itt a Ligeti tó mellett, amellett ez a pumpapálya vagy Bringa Parknak a megvalósítása is szolgálna azt a célt, amelyet hosszú távon gondolunk ennek a területnek a fejlesztéséről. Erről a képviselőtestület az elmúlt hónapokban döntött, a pályázatot beadtuk, várjuk ennek a pozitív bírálatát, és ezen túlmenően pedig ezzel párhuzamosan dolgozunk azon, hogy a Top Plus pályázati kiírás keretében megjelent aktív turisztikai pályázati felhívásra is egy olyan koncepciót dolgozzunk ki, amelynek egyik legfontosabb célja, hogy a már említett Erzsébet-liget, Ligeti tó strandfürdő fejlesztését tovább vigyük. Ugye van egy elnyert fejlesztésünk már a strandfürdő területére, ezt hamarosan meg is fogjuk valósítani, és szeretnénk további okoturisztikai és aktív turisztikai fejlesztéseket megvalósítani itt az Erzsébet-liget, Ligeti tó környékén. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!